Sok szeretettel köszöntöm Önöket! A tévéműsorunkkal szeretnénk a természettudományokat a hétköznapokba behozni az Önök életébe, ezért a kis tudós klubunk keretében Természettudomány a hétköznapokban címmel elindítjuk műsorainkat. Ennek keretében egy kicsit a természettudományokról szeretnénk beszélgetni, hiszen mindenki azt gondolja, hogy ez a természettudomány ez olyan messze, olyan távol áll tőlünk, holott a mindennapokban megtalálhatjuk akár a konyhában, akár kint az utcán, az udvaron, mindenhol körbevesz bennünket az élő, élettelen, természetes dolgok, amikkel azt gondolom, hogy nagyon sokat kellene foglalkoznunk, főleg a most napjainkban elég sokat hallunk a természet védelméről, illetve annak a fontosságáról. Hát egy kicsikét ezt megközelítve, azonban más szemszögből, hiszen a kémia és a biológia, fizika, tudomány területekről próbálnánk egy kis áttekintő, ismeretterjesztő műsort varázsolni Önök elé, amik tulajdonképpen kísérletekkel az otthonukba is megjelenik. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a mai gyerekek körében a kémia, mint tudományterület annyira nem népszerű, pedig ha tudnátok, hogy mennyi jó újdonság fedezhető fel a kémia irányából a hétköznapjainkban, a természettudományban, nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha ezeket ti is megismernétek. Azt gondolom, hogy ezzel a kísérletsorozattal talán kedvet csinálhatunk a kémia szeretet irányába, kísérleteket fogunk bemutatni, kísérleteket végzünk, amiket összekötünk a természettel, éppen a konyhában található dolgainkkal, vagy éppen robbantunk, amit mindenki annyira nagyon szeret, hiszen a kémia, mint tudományterület, az nagyon sok rétű, nagyon sok területet ölel fel. Beszélhetünk akár a természetben előforduló állatokról, növényekről, azokban végbemenő folyamatokról, az emberi szervezetben végbemenő folyamatokról, mind-mind kémiai hátterét tudunk mögé rakni, és mellette pedig a sütés, a főzés tudományába, akik már belekóstoltak, vagy éppenséggel csak otthon hobbiból űzik, találkozhatnak sokféle kémiai folyamattal, sokféle kémiai reakcióval, amit nem is gondolnának, hogy igazából ez áll mögötte. Na ezt nézzük meg egy kicsit ennek a tudós klubnak a keretében. Várom Önöket minden héten szeretettel. A múltkori adásban a szivárványokkal fejeztük be, úgyhogy a mai adást pedig azzal fogjuk kezdeni. De most egy kicsit más szemszögből nézzük meg, mert hogy az égés feltételeit, az égéshez szükséges anyagot, aztán a levegőben levő egyéb gázokról fogunk a mai adásban beszélgetni, illetve kísérletezgetni. És ahogy ígértem, aki a tűzzel játszik, ma egy kicsit tüzezünk, robbantunk, ami éppen jól esik. Úgyhogy kezdjük is el a mai óránkat, vagyis a mai adásunkat egy kis kísérletezéssel. Ehhez szükségem van egy szűknyakú üvegedényre, hidrogénperoxidra. A hidrogénperoxidot azt elég széles körben használják a mindennapokban is. Tudtok-e példát mondani esetleg, vagy végig gondolva, hol is találkozhattunk legközelebb a hidrogénperoxiddal? Régen fertőtlenítésre is használták őket, ma már kevésbé, azonban a hajszőkítésre napjainkban is nagy előszeretettel használják a hidrogénperoxidot. Hogyha megnézzük, a lombikba kiöntve, ez szinte a testvérével, a vízzel azonos, mert hogy folyadék, szintelen, szagtalan folyadékról beszélünk, azonban mégis más, bár hidrogénből és oxigénből tevődik össze, de a hidrogénperoxid az egy rendkívül agresszív oxidálószer. Ehhez egy kis káliumpermanganátot csepegtetünk, a káliumpermanganát szintén fertőtlenítésre használták, napjainkban a kémiában, illetve a vegyiparban használják, akár az analitikában is kimutatásra. Nézzük meg, hogyha a káliumpermanganátot csepegtetek hozzá magához, a hidrogénperoxidhoz. Mi az, ami itt keletkezik? Most én egy kis boszorkányságot követtem itt el, hiszen füstölök, láthatjátok. Mi az, ami keletkezett itt? Ugye a hidrogénperoxidot elbontottam gyakorlatilag a reakció során vízre, illetve oxigénre. Amit láthattatok, az nem más volt, mint maga a víz gőz, ami itt keletkezett, és
nem füstöt, hanem gőzt láttunk itt tulajdonképpen. Mert tudjuk, hogy a füst és a gőz között különbség van, hiszen a füstben ott diszpergált, szilárd részecskék vannak a gázban eloszlatva, míg a gőz az pedig a víznek egy halmazállapotát jelenti számunkra. De ígértem, hogy szivárványról beszélünk, úgyhogy jöjjön akkor egy elefántfogkrém, ami egy kicsikét másabb, mint ez a kísérlet, abban különbözik, hogy mosogatószert használok még hozzá. Hidrogénperoxidból indulok ki szintén, lombikomba töltök hidrogénperoxidot, majd adok hozzá egy kis mosogatószert, vagy folyékony mosószert, ami éppen található. Hát ez a kísérlet sem az a kísérlet, amit otthon el tudtok végezni. Viszonylag veszélyes kísérletről beszélünk. Látjátok, kesztyűbe vagyok öltözve, mert egyrészt a hidrogénperoxid maga az egy maró tulajdonságú anyag, vízelvonó tulajdonságú, és hogyha itt a kémcsövet, vagy hát a lombikot megfogom, ez egy óriási hőfejlődéssel járó reakció volt, hisz láthattuk, hogy maga a gőz keletkezett itt. Na hát akkor hidrogénperoxidhoz adunk egy kis mosogatószert, összeelegyítjük, homogenizáljuk az oldatot, homogenizáljuk az oldatunkat, ugye ez fontos, hogyha egynemű oldatokat szeretnénk kapni, akkor azokat igenis homogenizálni, vagyis elegyíteni kell, és jöhet a káliumpermanganát, ami ugye az oxidáló szer a rendszerben, és tulajdonképpen ez az, ami elvégzi számunkra a bontását a hidrogénperoxidnak. Na nézzük meg, hogy mit kapunk belőle. Megkaptuk az elefántfogkrémet. Miért is hívják elefántfogkrémnek? Hát egyrészt azért, mert jó nagy adagra van szüksége az elefántnak, hogy azt az óriási szájában levő fogakat meg tudja mosni. Másrészt pedig tulajdonképpen egy habot kaptunk belőle, tehát egy fogkrém habot, mondhatnánk azt is. Mi történt? A hidrogénperoxidot elbontottuk, keletkezett belőle oxigén, ami felfújta a habot, számunkra elkészítette a habot, vagyis a mosogatószerünket felfújta, és mellette pedig még vízgőz is keletkezett. Nem szeretném, hogyha ezt bárki megfogná, de én óvatosan megérintve az Erlemeyer lombikról ugyanazt elmondhatom, mint az előbb, hogy felmelegedett, tehát hőfejlődéssel járt maga a reakció, mellette pedig egy hab képződött, ami a kálium permanganátnak a rózsaszínes, lilás színe barnára változott, hiszen itt egy oxidációs folyamat ment végbe, és ezáltal a kálium permanganátban levő mangánnak az oxidációs állapota változott, és a színe is változott ezáltal. No hát akkor, ha már itt az oxigénről beszéltünk, mi is az égésnek a feltétele? Mi szükséges az égéshez? Segítőim segítenek nekem ebben. Hallgatom. Éghető anyag, megfelelő hőmérséklet és oxigén. Ez a három dolog szükséges ahhoz, hogy biztosan végbe menjen egy égés. Nézzük meg, hogy ha mi egy rongyot szeretnénk meggyújtani, akkor mit tapasztalunk? Ezek a rongyok egy kis szövet darab tulajdonképpen. Meggyújtom mellette a tüzemet, hiszen akkor már adott lesz a megfelelő hőmérséklet. Van egy éghető anyagom a kezemben, és ugye a levegő oxigénje az pedig rendelkezésünkre áll. Nem mondom, hogy otthon végezzétek el, vagy kellő felügyelet mellett mindösszesen. Papírgyújtását már biztosan mindenki látta. Meggyújtjuk magát a ruhát, láthatjuk, hogy milyen lesz maga a ruha. Egyrészt a fehér ruha az elszenesedett, mert hogy szerves anyagból van, és barna szén tulajdonképpen, ami itt keletkezett rajta. Hogyha én ezt tovább engedném, akkor természetesen az egész ruhát fel tudnám gyújtani, de nem szeretnék ide befüstölni magunknak sem, csak összehasonlítást szeretnék tenni, hogyha simán meggyújtom a ruhát, mi történik vele akkor, illetve mi történik akkor, hogyha alkohol, víz elegyében áztatott ruhát szeretnék meggyújtani. Az alkoholról mindenki nagyon jól tudja, hogy az könnyen éghető anyag, nagyon gyorsan felgyullad. Most ebbe az alkoholba belemártom a kis rongyomat, kifacsarom,
felesleget eltávolítom róla. Egy másik rongyba megtörlöm a kezemet, hogy ne én magam gyulladjak fel. Majd csipesz segítségével megfogom a rongyot. Figyeljük meg egyrészt, hogy milyen színű lánggal ég maga a ruha, illetve mi történik. Láthatjuk, hogy valójában tényleg meggyulladt a rongy, de nem úgy, mint az előbb, amikor elszenesedett, hiszen az alkohol víz elegyéből itt számunkra elsősorban az alkohol ég el, ami a ruhának a felületén található. Mivel a ruhánk a továbbiakban nedves maradt, ezért eloldotta a tüzet számunkra, tehát így a ruhánk éghetetlen zsebkendőként jelent meg. Nagyon szeretik a gyerekek ezt a kísérletet, mert amikor mondjuk egy táborunknak a keretében erre felhívtam a gyerekek figyelmét, hogy akár egy kaszkadőr éghető ruházatába, egy film felvételénél is akár lehetne ezt a kísérletet alkalmazni, hát azért kellő óvatossággal kell felöltözni annak a kaszkadőrnek is, és nagyon kérek mindenkit, ezt a kísérletet csak véletlenül se úgy végezze el, ahogy a ruhára öntött alkoholvíz elegyével, hanem csak és kizárólag óvatos, megfelelő körülmények között szülői felügyelettel, gyerekek, enélkül soha ne álljatok neki kísérletezni. Tehát most már tudjuk, hogy szükségünk van éghető anyagra, égéstápláló gázra, illetve megfelelő hőmérsékletre ahhoz, hogy az égés végbe mehessen. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk eloltani a keletkező tüzet. Gyújtsuk meg egy gyertyát, és megolvasztott viaszt próbáljuk eloltani. Mi az, amivel elsősorban eloltunk bármit? Mit használhatunk oltásra, legkönnyebben, legkéznél levőbb anyagra, egy folyadékra gondolva? Mi lehet az? A vizet használhatjuk ugye tűznek az oltására, azonban nem minden tüzet tudunk vízzel eloltani. Nézzük meg, hogy ezt a meggyújtott parafilmet, ami ugye parafint, ami bent van a gyertyában, hogyha ezt égetjük, akkor nézzük meg, hogy például ezt el tudjuk-e oltani vízzel. Nagyon óvatosnak kell lennünk mindehhez. A kísérletet otthon kérlek benneteket ne végezzétek el, mert azért ezek már nem veszélytelen kísérletek. Kellő óvatosság és körültekintés szükséges hozzá. Ha meggyújtom magát az anyagot, még ugye egy kicsit meg kell olvasztanom, és akkor megpróbálom a vízzel eloltani. Látjátok? Nem is megy olyan könnyen. Sőt, ahogy látjátok, tovább ég. És mi keletkezett? Óriási szikrák vágódtak ki. Ezért, amikor otthon például véletlenségből egy étolajas edény felgyulladna, vagy maga bent az étolaj, soha ne vízzel próbálkozzunk, hanem vonjuk el tőle a hőt, vagy vonjuk el tőle az oxigén, fogjuk meg a prokrócot, takarjuk levele, szórjuk rá a homokot, ezáltal el tudjuk oltani a tüzet, és nem kell vízre gondolni egyértelműen, rögtön azzal tüzet oltani, mert nem minden tüzet fogunk tudni eloltani. De például ezt a tüzet, ezt el tudom oltani széndioksziddal. Honnan is van a széndioxid? Hát innen, mert hogy mi beszívjuk a levegőt, a levegő oxigénjéből széndioxidot állítunk elő, amit pedig kifújunk a szánkon keresztül. És a széndioxid az például ugye nem táplálja az égést, el tudtam vele oltani a tüzet. Na de bizonyítsuk is be, hogy a széndioxid nem táplálja a tüzet. Nézzük akkor a következő kísérletünket. Következő kísérletünk során széndioxidot fogunk előállítani, pontosan olyan széndioxidot, amit én a számon kifújtam. Ehhez otthon, konyhában is meg tudjuk ezt csinálni. Nyilván nem ilyen gyönyörű, szép gázfejlesztő készülékben, hanem fogtok egy főzőpoharat, berakjátok a szódabikarbonát, amit itt alul láttok, vagy éppen mézport, kálciumkarbonátot, erre csepegtetünk ecetet vagy sósavat, és a keletkező gázt azt pedig felfogjuk. A széndioxid, nézzük meg, hogy ténylegesen keletkezik-e nekünk széndioxid. Csepegtetünk sósavat a mészkőre. Egyrészt, ugye honnan fogjuk tudni, hogy történik-e bármi? Hát onnan, hogy látjuk, hogy pezseg maga a mészkő, vagyis tényleg fejlődik gáz.
majd meggyújtom a gyertyákat, és nézzük meg, hogyha ebben az esetben széndioxid gáz fejlődik, akkor ugye mi történik? Az előbb is, amikor a széndioxid gázt a gyertyára juttattam, akkor elaludt gyakorlatilag maga a tűz. Nézzük meg, hogy itt is történik-e valami ilyesmi. Bevezetem a keletkező gázt. Ugye elég nagy edény áll rendelkezésre. Ki kell, hogy szorítsa az edény gyakorlatilag a levegőt a rendszerből, és ha már elegendő széndioxid van bent, abban az esetben fog tudni elaludni a gáz, vagyis a láng. Tudjátok, már sokszor mondtam, hogy a kísérletek azok múlnak egyrészt a kémiai reakcióknak a sebességén, másrészt pedig azon, hogy egyáltalán véghez tudom-e vinni őket. Megfelelő mennyiségű az az anyag, ami rendelkezésünkre áll, vagy pedig kevésbé. Itt most egy kicsi ecetre lesz még szükségem ahhoz, hogy megfelelő gázmennyiséget tudjak előállítani, hiszen a gázterem az még nagyon sok levegőt tartalmaz, sőt a cső is elég sok levegőt tartalmaz, ezt mind-mind ki kell szorítsuk a rendszerből, úgyhogy ehhez még adunk egy kis ecetet. Látjátok, háztartási ecetet használok a kísérlethez. Engedünk akkor még hozzá, hogy kellő mennyiségű gázunk keletkezzen. Gyönyörű szépen égnek a gyertyák, ez azt jelenti, hogy még nincs kellő széndioxid mennyiség itt a lombikban. Egy kicsit segítek rajta, hogy biztosan elegendő gáz fejlődjön, és hogyha tudom úgy forgatni mindenki fele ezt a keletkező gáz, az tulajdonképpen a reakció során már az alsó gyertyámhoz elért a keletkezett gáz, mert hogy aztán visszagyulladt, most már elfüstöltem, a füst maga visszagyulladt gyakorlatilag. Elegendő mennyiségű széndioxidunk van a rendszerben, a legalacsonyabb az már elaludt, ebből arra következtetünk, hogy a széndioxid az nehezebb a levegőnél, tehát lefele száll tulajdonképpen, a levegőt az pedig fölfele nyomja ki. Miért is veszélyes? Akkor ezek szerint most már mindenki tudja, hogy amikor ma must erjed a pincében, akkor ugye nagyon veszélyes, mert hogy ott igaz szénmonoxid keletkezik, de meg széndioxid is, ami nehezebb a levegőnél, és ugye mindig alacsony szinten található meg, ezért először fent nem is érezzük ezt a légelvonást, viszont följebbi szintek, alacsonyabbi szinteken egyre inkább elvonja tőlünk az oxigént, és ezért veszélyes számunkra, hiszen így már akkor elvonja tőlünk, és nem fogunk tudni olyan jól levegőt venni. Na még engedek hozzá, mert nagyon nagy főzőpoharat sikerült idehoznom, amiben nagyon-nagyon sok a levegő, és kellő mennyiségben nem keletkezik a gáz ahhoz, hogy itt kifoljon és elaltassa az összes gyertyámat. De az alsó gyertyánk az már elaludt, úgyhogy mindenki láthatja, hogy a széndioxid az gyakorlatilag nem táplálja az égést. Amit otthon is el tudtok végezni kísérletet a széndioxid előállítására, az egy szűk nyakú, akár egy flaskába, egy ásványvizes edénybe raktok bele ecetet, majd szódabikarbonát egy lufiba töltetek, a lufit ráhúzzátok a nyakára az üvegnek, és beleöntitek egy mozdulattal gyakorlatilag a tartalmát, és innentől fogva tényleg keletkezik valami gáz, mert látjuk, hogy a lufi felfújódik, ami nem más, mint ha a szódabikarbóna ecetet összeöntünk, akkor széndioxid gáz fejlődik, ami pedig felfújja nekünk a lufinkat. Ebből is látjuk, hogy gázfejlődéssel járó reakcióról beszélünk. Megfogom a lufinak a nyakát, mert különben kilövi számomra. És ha pedig beszeretnénk bizonyítani, hogy ez ténylegesen széndioxide vagy sem, akkor ezt meg tudjuk tenni úgy, hogy egy gyertyát meggyújtunk, és a meggyújtott gyertyára ráengedjük a gázt, hogyha elég ügyesen, óvatosan le tudjuk szedni itt a lombikunknak a faláról. Én még egy kicsit összekeverem ahhoz, hogy biztosan megfelelő mennyiségű
mennyiségű gáz fejlődjön, de láthatjuk, hogy egyre nagyobb lesz a lufi, egyre több gáz fejlődik itt a reakcióban. Ugye ez addig történik, míg a hozzávalók el nem fogynak a rendszerben, tehát az összes szódabikarbóna és az ecet el nem reagál egymással. Most már azt gondolom, hogy kellő mennyiségű gáz van nekem a lufiba, befogom a nyakát, lehúzom és a gáznak a tartalmát, azt pedig ráengedem a gyertyára. És mindenki láthatta, hogy tényleg egy olyan gáz fejlődött, ami az égés nem táplálja, hiszen elaludt a gyertyánk tőle. Tehát az eddigi kísérletek során az oxigént, illetve a széndioxidot használtuk ki a kísérleteink során, mint keletkező gázt, vagy éppen ami a levegőben található mindkét gázunk, ugye? Most pedig egy olyan kísérletet szeretnék itt bemutatni, illetve a lányok segítségével együtt bemutatni, amiben kihasználjuk a hő energiának a hatását, illetve a gőzök, gázok keletkezésének a hatását, és ahogy ígértem, most már robbantunk is egyet. Mire lesz szükségem ehhez a kísérlethez? Egy műanyag flaskára, ami lehet vagy egy ásványvizes, vagy egy kólás műanyag üveg. Ebbe alkoholt fogok csepegtetni, néhány csepp alkoholt teszek bele. Az az edény, műanyag edény, az alján ki van lyukasztva. Ezt a gőzt, ezt jó alaposan elrázom bent az alkoholt, hogy a gőzökkel megtelítsem tulajdonképpen magának az edénynek a teljes térfogatát. Majd ezt, ahogy szétoszlattam tulajdonképpen a gőzt, lehelyezzük egy fa pár darabkákra. Majd egy égő gyújtópálcával meggyújtjuk a keletkezett gázt. Ugye mondtam, hogy alul megvan, ki van lyukasztva maga az edény, úgyhogy megnézzük, hogy mit tapasztalunk. Ezzel a kísérlettel tulajdonképpen az alkohol égését is szemléltethettük, hiszen hogyha jól megfigyelték a kísérletet, akkor az alkoholt meggyújtva kékes lánggal égett el, és a keletkezett széndioxid, illetve a felszabaduló nagy energia kilőtte a rakétánkat, és elkészült az alkohol rakétánk. Arra kérek mindenkit, hogyha valaki ezt a kísérletet szeretné elvégezni, szabad téren tegye meg mindezt, de kellő óvatossággal, hiszen a segítőim is védőfelszerelésben végezték a kísérletet, mert hogy nagy energia, nagy hő, és ráadásul az alkohol, hogyha begyullad, akkor ugye ott még ráadásul tűz is keletkezik. Úgyhogy ez az, ami fellőtte számunkra a rakétát. Mai adásunkban foglalkoztunk elég sokféle gázzal, illetve gőzzel, amiket bemutattunk itt a kísérletek során. Volt elefántfogkrém, volt széndioxid fejlesztés. Széndioxid tűz kapcsolatát is megfigyelhettük, ugye felhasználhatjuk a széndioxidot, mint a tűznek az oltására, de nem minden tüzet tudunk eloltani, például vízzel. És a végén pedig robbantottunk is egyet. A következő adásba várom Önöket szeretettel, amit már a karácsony jegyében töltünk, kémikusok karácsonya. Találkozunk jövő héten.